Üdv mindenkinek! Nem. A The Greatest Tony Chronicles. Jöhet a Rizzo második ügyének második be. Február 23. 23 perc. Megint a csukott szem. Hete, hogy nem vagyunk még Lagyidorniában. Leanna jelent, hogy maga a deszkó felhúgta, úgyhogy ilyen. Felhúgni nem jött még. Ez igazságban el van rejtve. Nem hagyhatjuk, hogy megszökjön. Kint van igen perc. Oh baby. Oh. Bíróság. Jelentőszkén álló oldal is. Susan Domingo dova contra Belma, Ziggs. Vár készen áll. A védelem készen áll. Zsűrés készül már bizonyára.
bizonyan az eredmény. Nagy boss. Fekete hír. Annak is egy presszor. Igen, megtalálod a szorpont. Na, ez is biztos, hogy fagyott volt. És analizálták, de nem volt benne teo. De nem volt benne méreg. Tehát nem a teában van a méreg. Azt sejtettem. Objection! De már megint tiltakozik. Tipikus japán reakció. Milyen logika? Miről beszél? Hát most bizonyítja az igaz baca, hogy ide hívja az állatot. Shane Speed. Megérdemelt letartóztassák az videót, hogy az biztos. Most még készít. Tudjuk, hogy nem teában voltak. Miért? De a valahányban kiderül, hogy mi az igazság. Talán. Hogy jöhetett Bestével miért? Ez jó kérdés. Thank you.
Talán szapak van közel az egészhez. Először is, mivel bármit is tennék, kérdezt meg kell vizsgálni jobban. Két égé különbség van. Az egyik ideás csésze az tiszta. Tehát mi szőhető ki ebből? Hát az biztos, hogy ivott Shakespeare nuts, mert nem de nincsen gyűrű. Na itt van így elmondás, hát akkor... OBJECTION! Nácsúl nem ivott több elő. De az lehetetlen. Igaz? Egyiknél van bizonyíték. Van különbsége. Az egyiknél van gyűrű, másikban nincs. Hátszúnyiban nincsen, de gyűrű. Tiszta. Tehát a különbség az, hogy addig ígyuk, amíg meleg. Szóval gyorsan meg itt, tehát ő meg később. Azután már megint a perem. Ajjaj. Most jelen durva. És mi a gond? Elkezőleg.
Tévedni? Most az a kifogás áll, hogy elfelejtette. Hibát követette. És ez így kell. Nagyon olyan, nem van tökéletesek. Két dolgot mondok. A bizonytársam nem érvényes. Nincs se probléma. Faszolatán! Hát, hogyha nem tudjuk ki... Nem tudjuk kiderülni, hogy hogyan jött be a méreg, akkor sajnos nem tud mit csinálni. Szóval nem tudjuk kiderülni, hogy miért volt megmérgezve, akkor sajnos nem tud mit csinálni. Megint ugye azt kell csinálnom. Summation, summation, újra. Még szép, hogy nem vagylak nyelj, már megmondtam.
Szóval a hatodik zsűrinek van, igaza van. Ha nem tudom kiderítni, hogy Joe vagyok, miért volt még mérgezve, akkor nem tudom, mit csinál. Szóval el kérdem, hogy miért volt még mérgezve. Mert nem biztos, hogy az volt, azt tudja. De hogy a folytosó megöltek mindent. Szóval egy bűnös lesz, hogy nem tudom ki ezt. Szóval ebben a részben rá kell jönnöm, hogy vajon hogyan. Hogy szophatom az egészet. Hát egyet itt azzal, hogy drága a gáz. De van érteni. Próbálja, hogy miért próbálja kérni a fizetést. Halálos. Gáz nem, nincsen is. Mi van akkor? Hold it! Hát nem hagyja annyiban, hogyha valaki csalni merisze. Mert hát a veszély miatt is komolyan veszik ki. Romás is történet, hogyha nem kapna a fizetés. Vagy pedig elektromosság is. De más helyen is sem rendelkezett gázzal. Talán eladják. Szóval lopja a gázt. Szóval illegális gázobás is történik. Stop! Hát mindig kell valami megadást találni arra, hogy rájönnek, mi okozza azt a... Úgyhogy most... Excuse me! Majd mondod, hogy egyszer kapcsolatban? Magában gondolkodok. Szóval átérték a... Csüveszedégét.
Szóval bevezem a kormány titkát az atyára, hogy tétik ki, hogy milyen a gáz. Alacsony a nyomásom. Flicker. Szóval a fényeket átnézzük, hogy mi tudják, hogy jól működik el a gáz. Azzal, hogy fújnak. Kényelmes. Akkor van beavakozás történt, mert viszont tényleg szívta be a levőt a gáznak. Van veszélyes dolg történt. Elég nehéz elmagyarázni, hogy csinítették a gázoknak, de biztosan valami nincs rendben velük. Szóval adja hozzá. Hát adjuk a titkot. Úgyhogy belefújsz abba a gázcsőbe. Az a van szörnyűsított még a házban, de és akkor bajban vagy. Szóval. Én még azt mondta, hogy ha a más mérgezés máshogy nem történik ez a mérgezés, akkor nincs más magyarázat. Hát akkor már megvan a kérdésre a válasz. Szóval... ezzel azt akarjuk mondani, hogy lehetséges, hogyha igazi probléma a gáznál van. Úgyhogy OBJECTION! Most már van egy másik magyarázat is, hogy mi okozta a mérgezést. Még nem vizsgálta meg a rendőrség a gázokat, hogy a gázban lehetett a mérék. Mit akarsz ezzel mondani? Tehát van egy lecsis válasz, hogy a gázban volt a mérék. És nem a teában.
Tehát rendőr gáz szívott be, és üzenjel, akkor gázmérkezést is kaphatok. De ezt tagadja. Komédia? Na, hülyeskedj. De ezt nem tudjuk bizonyítani. Hát az biztos, hogy csinált valamit a lámpánál. És bizonyítom arra van. Akkor meg kell mutatnom azt a bizonyítékot. Tehát meg kell mutatni azt a bizonyítékot, megmondja, hogy tényleg csinált valamit a gázlámpával. És ez... Take that! Ez a bőrlenyomat, amely több ütény színű találtak. Szóval amikor még nem igazán engedélyezték az új lenyomat vizsgálatot. És én meg a konszált, hogy találnak. Fekete mágia. Már sok szó volt megérítve. Rengeteg kézenyomat van rajta. Az a gázlámpa. A gázlámpa miatt jut hozzá. Szóval a lámpa előtt át, hogy melegítse magát. Szóval a gátmegezés fog történni, hogyha valami baj történik. És hogyha nagyon sok lehet a szívőből. De még így nem akar ezt egyet érteni. Mi van? Körlenyomat. Nem akar elfogadni ezt bizonyítéknak. Ah.
Azt nagyon támad engem. Ez, hogy nem akar elfogadni egy utalmat. Nem fogadjátok ezt a bizonyítékot, sosem fogjuk ideíteni az igazságot. Most nem engedhetjük meg, hogy ezt elfogadatlanak végig, akkor nem volna igazság az egész. Négy-kettő. Nem akar ilyet gondolni. Na, fa-fa be! Döntetlen. Na, csak egy valaki kell rávenni, hogy legalább rejtsük ki az igazságot. Nem engedhetem, hogy így kikezdjem vele. Azzal, hogy nem akar elfogadni egy bőrre nyomatot. Vagy többet. Most ő kell rávenni valahogyan. Hold it! Mert akkor... Igen? Kérlek, ne! Bizonyítan kell az ember temető. Meggondolják magukat. Muszáj valahogy rávenni őket, hogy úgy legyomat, hogy ér valami. Van egy való más támogatott valamit. És kinek a való más? Ő 20 éves, ő 34, ő csak 10, 16, ezt is nem ki akartam már érteni. 44, 31, 46, 46 is még! 32, 23, 38, 21.
Nyugodjon akkor. Take that! Szóval ki a következőket mondta. Furcsa dolgok történnek ott. Amikor visszatér Shakespeare szobájába. Aki azt gondolta, hogy valami... Aki azt gondolta, meg akarja ő. Ez véletlen lehet? Tehát valahogy kiment. Hogy kétekedés van, addig kérdik az igazságot, hogy kikereti. Még többről lehet szó. Igen, te tartsd fel az ígéretet. Thank you. 2-4. Na, mondtam, hogy nem adok. Na, és mit gondolsz erről? És hogy magyarázod meg azt a két legyomatot? Come on, ne csinál ezt! Pedig egyszer lehet ezt kidejteni. Ha méreg van otton. Zámi. Igen. Szóval nem lehet az kidejteni, hogy csak... És lehet analizálni se, hogy csak... Amíg benne is volt a gázcső, benne mérgezés. Még egy lehetséges válasz mondhatóan. Talán a gáz használt arra, hogy ő... Most azt kérdezik, hogy egy csikit akart volna megadni Shakespeare. Úgyhogy vádlottat akarta megölni. Take that! Ha kiment a gáz, akkor az észrevetett volna. Talán a gyilkos is eltűntetett.
Szóval nagyon fázhatott. Gyilkossági kísérletet próbált elkezdeni nézni, de ez elnézni is. De még valamit bizonyítani kell. Agresszor. Ki még eszette meg a gázcsövet? De a kérdés, hogy tudott-e valaki erről, az... és Shakespeare ölni akart-e? Szóval az már az is elképzelhető, hogy a gázmégezést Natsume elokozhatta. Még mindig figyelmen kívül hagyjuk, hogy ő volt megmérgezve. Szóval már nem a te a bűnös a neve. Még mindig a vádlott, hogy ő okozta a gázcsőben van mérgezést. Na, most már megint rontottam a helyzetem. Itt sem van már hát meg. Akárhogyan támadok, mint hike, valami hiba történik. Most már válaszolnom kell. Különben meggondolják magukat. Van, elnyújjuk egy keki aztán. De valaki biztos mérgettette a gáz csőbe. Így. Meg kell vádolnunk valakit. Szóval rá kell jönnöm arra, hogy ki mégezhette meg a Shakespeare-t a gáz csőben. Come on! Csinálj már valami gyorsan! Tiltakozom! Még egy személy van, aki benne volt ebben az egészben. Aki elkövetette a gyilkossági kísérletet. Üzenetet mi nem tudjuk, de ide kell hívni. Még semmit. Olive Green. Take that! Olive Green.
Hihetetlenül elfedette. Nő 6 nappal ezelőtt, aki le volt szúrva, hátuló. Három napig kómában volt. És két nap ezelőtt már erről magára azt tért. Neki lenne alibi. Ez igaz. Mert a kórházban volt. De meglátogatta őket a kórházban. De találtunk rá egy mérget. És még egy dolog van köze Miss. És ezért ide kell őt hívni. Információként. Van között Greenhead? Nem hallottam. De talán ismerjük, talán nem. De itt már nem veszíthetik, az biztos. Mikor jöhet egy kis szünet. Kiderítettük, hogy nem a teában voltam érdek, hanem a gázszöcsőben. Már csak az kell bizonyítani, hogy még ez is a gázszöcsőben történt. Folytatjuk. Jó van, a következőben már lebuktatom a tettest. Mi volt mára? És legközelebb folytatjuk. Szevasztok!